Az Ukrajna elleni orosz katonai invázió évfordulójáról és a magyar segítségnyújtásról több magyarországi városban is megemlékeztek. Budapesten az egyik fő rendezvény a Megtörhetetlenség 365 napja című fotókiállítás megnyitója volt, amelyet a főváros egyik legforgalmasabb részének számító Deák tér és Váci utca közelében a Városháza parkban tekinthetnek meg az érdeklődők. Azt gondolom, hogy ez az egy év, ez egy tragédia volt, nem csak Ukrajna számára, hanem Európa és az egész világ számára, hiszen azt tapasztaltuk, hogy az orosz agresszor a nemzetközi szerződésekre, megállapodásokra való tekintet nélkül megtámadott egy szuverén, független országot, és 365 napja teljes körűen öli a civil célpontokat is, a civil embereket is, és ez egy óriási tragédia. Azt gondoltuk, hogy egy évvel az orosz agresszió, teljes körű orosz agresszió kitörését követően megmutatjuk azt a 365 nap törhetetlenséget, amit az ukrán nép tanúsít bátran Ukrajnában, és természetesen a menekültek is, akik nyelvtudás nélkül eljöttek más országokba biztonságot keresve. Szeretük volna, hogyha a magyarok tudják, hogy továbbra is tart a háború, és továbbra is szükség van segítségre. Itt tehát az utolsó képre rá is tettük, hogy Support Ukraine, támogasd Ukrajnát, és a QR kóddal lehet rámenni egy linkre, ahol tudják is támogatni. De látjuk azt is, hogy ma nagyon-nagyon sok ember eljött, és részt vett ezen a kiállítás megnyitón. A kiállítás megnyitója után több mint 1000 fős Ukrajna melletti szolidaritási menet indult a magyarországi ukrán civil szervezetek szervezésében, az Andrássy úton keresztül az Oktogonon át Oroszország budapesti nagykövetségéhez. Az emberek Ukrajna melletti és az orosz inváziót elítélő transzparenseket tartottak a kezükben. A menet résztvevői a háború elől Magyarországra menekülő belső ukrajnai ukrán családok, az évek óta Budapesten élő ukrán közösség tagjai és az orosz katonai agressziót elítélő fővárosi lakosok voltak. A szervezők kiemelték, azért tartottak felvonulást, hogy emlékeztessék az embereket, a háború nem válhat a mindennapok részévé, nem lehet csak egy hétköznapi hír, amelyet minden reggel hallunk. Az ukrán nép tovább folytatja a nehéz és kimerítő szabadságharcot, amely hatalmas áldozatokat követel mindenkitől, emlékeztettek a szervezők.